Jaj, eldöltem. Amúgy fullosan csináltad. Egyáltalán szerintem, meg egyáltalán nem csináltam jól. Arci sérülést szöböztem. Szöböztem. Mit csináltam? Szemettem. Arci sérülést szereztem. A Tofi letámadtam a Barbie-t. A Tofi fia egy álladék. Te videódban még nem ezt mondtam. De nagyon szerelmes vagyok belé még mindig, csak most már egy vadmacska. Ez így igaz. Nem hittem. Halló mindenkinek, én Attila vagyok, és itt van ma velem... Barbie! És annyira örülök, hogy Barbie újval itt van. Már mikor volt a legutóbb közös videó? Rég. Rég volt, túl rég, igen. Szóval egyszerűen... Az utolsó közös videónkban vettél valami furcsa zongorát. A kínai is tényleg, a pianino, az igen. A tökre jó, az a magától zenélő. Az csodálatos volt. Ikonikus volt. Ezért nem jöttem egy ideig. Igen, a mai videóban TikTokozni fogunk, mégpedig a TikTok királynővel, Barbie-val. Ugye miért kaptam ezt a title-t? Hát azért, mivel nem tudom, hogy a barátaim közül... Mert régen egy musical-i voltam. Azért is, meg a barátaim közül szerintem te TikTokozol a legrégebb óta. Jó, hát mondjuk most már azért, amit én csinálok, azt egyáltalán lehet TikTokozásnak nevezni, de igen egyébként. De nem baj, őskövület vagy a TikTokban mondjuk. Mármint, hogy úgy értem, hogy régi, visszanyúlsz, van históriád. Jó, nem kell igazából tovább fűzni, értsük, öreg vagyok. Igen. És a mai videóban megint trendeket fogunk újraalkotni, vagyis hát ugye én, a Barbie még ezt először csinálja. Ja, oké, szerintem vágjunk bele. Csak azért mondja, mert fél ötig van a parkolás, és sietni akar. Ez nem igaz. És mielőtt kezdene Barbie-szel a videó, megjött a Máté Twitch streambe osztással. 6.-15-én, vagyis kedd este 6-kor a régi Total Drámás fanfictionemet fogom nektek felolvasni, amiben én szerepeltem néhány régi barátommal, majd pedig egy olyan játékkal fogunk játszani, amit ti fogtok megszavazni, hogy mi legyen. És a másik stream pedig 17-én lesz csütörtökön este 6 órakor, és ez azért is azt nagyon izgi, ugye ebben a streamben végre nem egyedül leszek, hanem három barátom átjön hozzám, és négyen fogunk együtt streamálni, ahogy egy társasra játszunk, egy nagyon izgi ilyen Nintendo-s játékkal, szóval mindenképpen gyertek, extra jó lesz. Go babies, go! Nem! Jézusom! Ez jó lesz! Mindenképp akartam egy ilyen tátogósat is, ugyanis már régen volt ilyen tátogós rendszerünk, vagy nem tudom. Szóval, és a Barbie-nak van autója is, vagy autóval jött, szóval abban ezt fel tudjuk venni, tökéletes alkalom. Tetszik? Mi a véleményed? Megmondom őszintén, hogy... Kést a fülemből a fülhallgatót. Semmi gond. Hogy ez ilyen nagyon szexi dal. És nem tudom, hogy ezt tudom-e abszolválni egy ilyen anyuka ruhában. Előre félek, hogy a szöveget hogy fogom megtölteni. Te tudod a szöveget? Nem. Én csak ennyit, hogy bad s***, Elindult a tájfun. Egy kis vírus is van itt a szervezetünkben. Na, itt vagyunk a Barbie-nak a kocsiában, és most próbáljuk majd betanulni a dalszöveget, ugyanis egyikünk se tudja. Egy felvételből van ez az egész TikTok elkészítve, amúgy itt vagyunk az utcák a közepén, körülöttünk millió ember, szóval várom, hogy a fenekemet rázzam. Neked is kettő szövegrészt kell megtanulni, meg nekem is. De az nagyon sok. Nem sok. Camel toe felt, you can see it from the back. Ugye ez a maga? Camel toe felt. Bad bitch. F-et. Funny inch hair, your came is from the back. Négyszer van a aztán go bad bitch, go bad bitch, go. De ezt tök könnyű, de már meg is tanultam az én részem. Így kéne mondanom, hogy bad bitch, és akkor... E. Ja, aha, és így. Ja, de... De ez nem volt jó, kezdjük meg! Nem! De akarom látni! Nem! De akarom látni! Ez nagyon jó! Na, mi looking like it? Aj, de szerelmes vagyok a testedbe. Itt a kép a Kittyvel, és akkor most ezen ezt a szemét már vagy megpróbálom arrébb rakni, azt hiszem ebben a programban lehet ilyet. Ezt nézd, de jó azért! Nem ez egy kicsit feltűnő! Csinálsz még képet? Még mindig a képet keresed? Barbie! Jó, akkor olyan lesz, hogy a csajok. Annyi nem lehet szólni. De nézd már meg, hogy hogy nézd! Nézd, hogy én kapcsolom! Jó, Siku Mari. Milyen volt?
Ilyen. Jó, nem, ez jó. Mi ez az avokádó ham, bekapom a pociba vele, ez az. De hogy a Marisnak szerintem nem fog feltűnni, ha valaki feltűnik, az a Claudia lesz. Hát az biztos. Ezt kitehetem Instára. Azt tudni fogja, az kurvára felismerhető. Nagyon felismerhető. Hogy nézek ki? Hát régi kép. Azt hiszem, ragd. Engedj, hogy kiragd! Arcompura, mindig. De kiragd, arcompura, de kiragd, milyen jó fej. Igen, köszi. Amúgy itt milyen cuki. Igen, arcompura. Hogy engedélyezte? Azt írtam, Mari. Persze, itt csináltuk a videósokra a képet. Mi van a fejemben? Úgy néz ki, mint így. Hogy mikor szabott? Ha valaki nem értené, ennek a trendnek az a lényeg, hogy fel van gyorsítva háromszorosára a videó, és közben, akik szerepel benne, próbálnak úgy mozogni, mintha a normál sebességben lenne felvéve a videó. Igen. Ez a szituáció, hogy én sétálok, Barbie a kristályjárus, és kristályokat akar nekem eladni. Ezt lassítva, hogy te játszol. Igen, szóval megállítanak, te így csinálsz, hogy valahogy így, és rám nézel, nem a kamerába majd, és akkor én mondom, megmutatom így, hogy itt van két kristály, és csörög a mobil. És én pedig így előveszem a kristály. És azok honnan jönnek elő? Segjen, hogy nem. Na, helyes. És te így elveszel egyet, és... Vagy elfutok vele. Az milyen? De lassan kell. Nem baj. Jó, és én... Jóra elfutok erre. Jó, és akkor én meg így leszek, hogy ne. Run. Jó, hogy lassúak voltam nagyon. Jó, ez nagyon eltöltem, köszönöm. Ez nagyon jó! Ez eddig jó? Nagyon, ez eskü jó lett, ez jól sikerült. Tehát, hogy normális gyorsaságban sétálsz. Mi történik? Don't take your selfies like this. Instead, try this. Stand under a strong light source to make this effect happen. Click on your face to lock focus. Pull down the sun to make it moody. Now reach up and frame your head on this intersection of the grid. Look up and snap away. You just went from this to this. Wow! Mekkora átalakulás. Kicsit megváltoztunk, de ennek ne tulajdonítsatok hírt. Miért, Barbie? Mert lejárt a parkolásom, Attilának dolga volt, és már nem volt időnk felvenni, úgyhogy egy pár nappal később vagyunk. De ez segít, ez a szexik. Igen, az minden, meg szerelmesek. Igen. A Barbie lesz a fotóművész, én az alany, és... Igen, de ezek nem éghetnek. Hát most nem látok belőlünk semmit, de ezenek ez a lényege. Na figyelj, nézd csak ide. Ez volt az előkép, szóval, hogy ilyen ne legyen. Aha. Csinálj így, fogd, de minthogyha élnél, apukám. Aha. Kicsit az egyiket itt, talán így, nézd csak így. Várjál, én nem vagyok ennyire profinta. Sokkor. Nézel ki. Hát ahogy nem tudom, miért így születtem. Hát ez csodálatos. Baszd-e! Amúgy nem is rossz, mi az a csillogás itt a izélet? Az a, ahol megharapott a eddel. Lehúztad azt a fényt, hogy mutatta? Ja, nem! Az a lényeg, hogy azt mutatta, hogy le kell teljesen húzni azt a fényt, tudod? Jó, lehúzom a fényt, várjál. Hú, hát na ez így már sokkal jó. Amúgy ez nem is rossz. Igen, ez egyáltalán nem rossz. Ha nem lenne ez a háttér. Ó, oh, itt a... Úristen, és ez végig ott volt? Nem tudom. A fény. Milyen videós vagy? Én? De ki vagy te? Nem vetted észre. Te vetted rá.
állítottad be a kamerát? Jó, de tudod, hogy én puha f*** vagyok, mind a kettőt tudjuk. Nézd, neked adom őt. Tessék. Szia, kispapám. Vaj, hogy szeret téged. Tegyél le azonnal, te túró Rudi, mit képzelsz magadról? Hogy imádja, jó? Ne csak te lajad! Jaj, bocsánat. Na, Barber, jó. Igen, hogy tetszett a videó, Barbesz? De ez fordítva! Ezt mindenki azt mondja, aki ide jön. De amúgy tetszettek, jók voltak. Írjátok meg lehet kommentben, hogy nektek melyik trend tetszett a legjobban. Írjátok meg, hogy a Barbie mennyire egy királynő. És nézzétek meg Barbie videóját is, amiben... Ja. Volt. Már is emlékszünk, hogy mi volt. Amiben Tiger Zsákba macskákat nyitottunk, szóval ha szeretitek az ilyesmit, akkor azt mindenképp nézzétek meg. Nézzétek meg, mert nagyon jó lett. Attila voltam. Én Barbie. Sziasztok. Sziasztok. Úriel. Felborítottam a fényt. Mi még valami elborult?